Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezt az előadást némi elméleti bevezetővel kell kezdenem, mert az a könyv, amit erről a dologról írtam, némileg szokatlan, hiszen a mi lett volna, ha kérdését járja körbe, és sokan gondolhatják, hogy ez a mi lett volna, ha ez egy történelmietlen kérdés. Valójában ez nem, hogy nem így van, hanem mindenki, az is, aki tagadja a történészek közül, kénytelen, kelletlen foglalkozik azzal, hogy mi lett volna, ha. És pedig azért, mert hogy akkor, amikor a történész dolgozik, végül is mi a feladata? A múlt rekonstruálása, ahogy az tényleg volt, wie es wirklich gewesen ist, ahogy ezt Leopold von Ranke, a 19. századi német történész megfogalmazta. Na már most, hogyha nekünk az a feladatunk, hogy rekonstruáljuk a múltat, ahogyan az tényleg volt, az azt jelenti, hogy rekonstruálnunk kell azokat a döntési helyzeteket, amelyben a történelmi ágens, így nevezem a cselekvőt, mondjuk Horthy Miklóst, Jézus Krisztust, akárki mást, akiről szó van. Tehát a történelmi ágens, amikor egy döntési helyzet előtt áll, számára éppen azért, mert döntési helyzet előtt áll, több opció is felmerül. Mondhat A-t, mondhat B-t, mondhat C-t. A történész feladata az nem abból áll, hogy egy kronológiát rekonstruál. Egyrészt erre ott van a könyvtár. Másrészt a történelem, mint tudomány sem abból áll, hogy az ember történelmi adatokat véletlenszerűen összeszed, hanem ezt valamilyen koncepcióba rendezi. Koncepcióba rendezés az egy alapvető dolog. Annál is inkább, mert a történelmi adatok száma végtelen, az, hogy mit választ ki a történész a koncepciójához, az viszont nagyon is véges lesz. És ilyen szempontból külön jelentősége van annak, hogy úgy írja el meg valaki a történelmet, hogy az eleve determinált, tehát A-ból következett B és B-ből C, és nem volt soha semmiféle választási lehetőség, ez azonban nem történetírás. Az nem történetírás, hogyha azt mondjuk, hogy a dolgok szükségszerűen úgy történtek, ahogy történhettek, és semmi vizsgálódni való nincs ebben, vagy lehet, hogy ez történetírás, de akkor én nem szeretnék ezzel foglalkozni. Ugyanis sokkal érdekesebb a dolgot onnan nézni, hogy miért történt így, és miért nem úgy. Annál is inkább, mert az egyes történelmi cselekvő esetében sokszor látjuk azokat a drámákat, amelyek ebből a lehetőségből, ebből a döntési lehetőségből állnak. Tehát ami igazán érdekes egy történelmi korba, azok az emberi drámák. Ezek az emberi drámák voltak nyilván a honfoglalás után a magyar elitben, amikor döntöttek arról, hogy most tovább kalandoznak-e nyugatra, vagy ezt abba hagyják. Felveszik-e a kereszténységet, vagy pedig pogányok maradnak. Vagy mondjuk ugyanezek a drámák zajlottak le 1849 nyarán, amikor azt kellett eldönteni, hogy harcoljanak-e tovább, vagy pedig tegyék le a fegyvert világosnál. Vagy ugyanúgy ez a dráma történik 1956. november 4-én, amikor annak a bizonyos személynek, aki addig szinte semmit sem csinált, Nagy Imréről van szó, döntenie kellett arról, hogy tudomásul veszi azt, ami történik, vagy nem veszi tudomásul. Mint tudjuk, Nagy Imre nem vette tudomásul, kiadta azt a bizonyos proklamációt, hogy csapataink harcban állnak, ezt közlöm az ország közüleményével. A dologban nem az az érdekes, hogy tehát a csapatok nem azért álltak harcba, mert Nagy Imre ezt mondta, azok maguktól is harcban álltak már aki, hanem az az érdekes, hogy Nagy Imre dönthetett volna másképpen is. Hiszen Kádár János is még három nappal korábban népünk dicsőséges forradalmáról írt a Népszabadságban. Nagy Imre is mondhatta volna azt, hogy a testvéri segítségnyújtó szovjet csapatok helyreállítják a békét és rendet az országba, és ebben az esetben életbe maradt volna, sőt, az is lehet, hogy ő lett volna mondjuk a Szocialista Munkáspárt második embere. Nem így döntött. Koppány se úgy döntött, hogy felveszi a kereszténységet, hanem másképp döntött, nyilván az ő döntése morálisan egy picit más, hogy is mondjam, értékelés alá kerül, mint Nagy Imré, vagy Görgey Artúr is döntött világosnál valahogy. Én most nem azt mondom, hogy ezek a döntések morálisan ugyanolyanok, erről szó nincs, mert Görgey Artúr nyilván jól döntött,
Nagy Imre, hát hogy jól döntötte az saját élete szempontjából, nem jól, de példát mutatott egy országnak és egy nemzetnek, tehát ebből a szempontból szintén jól döntött, míg Koppány nem döntött jól, bár ez is kérdéses, mert hogyha a nyugathoz tartozás nem jó, akkor persze Koppány is jól döntött, és ennek a jó döntésének áldozata lett, de ezt idézőjelbe értem. De nem is ez a lényeg, hanem az, amiről igazán beszélni akartam, a döntési helyzet. A döntési helyzet az tehát azt jelenti, hogy több választási lehetőség van. Amennyiben a történelem determinált lenne, tehát azt mondanánk, hogy nem lehet másképp dönteni, hanem minden, ami történt, az szükségszerűen csak is és kizárólag úgy történhetett, és nem történhetett másképp, akkor nincs egyéni felelősség. Hogy mondjunk felelősségre bárkit, hogyha azt mondhatjuk, hogy az illető kényszer hatására cselekedett? Akkor se jogi értelemben nincs történelmi felelősség, hiszen a jogi felelősség levonásnál a beszámíthatóság, illetve az, hogy volt-e az érintettnek más választási lehetősége vagy sem, az nagyon is nagy mértékben esik latba, olyan nagy mértékben, hogy adott esetben, ha valaki súlyos bűncselekményt követel, de igazolni tudja, hogy semmiféle más lehetősége nem volt, mint ennek a bűncselekménynek az elkövetése, objektív külső kényszerek miatt még fel is menthetik szélsőséges esetben a vádlottat. Tehát sem a jogi felelősség nem határozható meg, sem a történeti akkor, hogyha minden eleve determinált és elrendeltetett. Az utóbbi időben a világon egyébként mindenütt egy nagy divatja van a különböző mi lett volna a könyveknek. Tehát igazából Magyarországra ez még nem is gyűrűzött annyira be, de például Oroszországban az utóbbi 10 évben rendszeresen megjelennek olyan művek, amelyek például azt tárgyalják, hogy mi lett volna, ha Adolf Hitler nem a Szovjetuniót támadja meg, hanem összefog Sztálinnal, és a dekadens nyugat ellen fordul, és megvalósítja, hogy is mondjam, a, hát hogy fogalmazzak, keresztény európai faj uralmát a dekadens nyugaton. Nyilván ennek az ügynek súlyos politikai áthallásai is vannak a mára, de érdekes, hogy az ilyen típusú könyvekre, amelyeknek a címlapján is a Führer álladott esetben egy RPG gránátvetővel és a háta mögött egy szovjet tank robog nyugati irányba, van egy társadalmi igény. Nyilván ez a szcenárió teljesen abszurd és elképzelhetetlen, és értelmetlen is, mi lett volna, ha kérdés feltevése Hitler esetében ebben a konstrukcióban, hiszen Hitlernek kezdettől fogva volt egy élettér elmélete, volt egy elképzelése, ami arról szólt, hogy ahogy a britek Indiát kizsákmányolva tudják megvalósítani a világuralmat, úgy ő a Szovjetunió felosztásából és az ottani népek elnyomásából teszi ugyanezt. Tehát nem volt egy reális opció, hogy ő Sztálinnal összefogjon, és éppen ezért ebben az esetben a mi lett volna, ha kérdés vizsgálatának nincs túlságosan értelme. Ez klasszikusan az a vicc, hogyha nagypapám, nagyanyám lett volna akkor, tehát ami értelmetlen. Van azonban egy csomó olyan mozzanat történelemben, amikor nagyon is értelme van ennek. És ez a 44. október 15-e pedig kiemelten ezek közé tartozik. Annál is inkább, mert hogy nem én, Ungvári Krisztián vagyok, aki ezt a kérdést fölteszi. Valójában azt, hogy ezt másképp is lehetett volna, ezt a kor döntéshozói is föltették, sőt, a kor döntéshozóinak a második vonala, Akteleki Béla tábor nagy az első hadtest parancsnoka elsősorban, Bakai Szilárddal tábornagy, Kéri Kálmán vezérezredes és társaik mind a háború után egymást kínozva tették fel azokat a kérdéseket, hogy miért nem lehetett ezt másképp? Mert hogy egyáltalán nem determinált, hogy úgy történjenek a dolgok, ahogy történtek volna. Magyarán, hogyha Akteleki Béla altábornagy úgy érezheti, hogy fölteheti ezt a kérdést, akkor Ungvári Krisztián 50 évvel, vagy 60 évvel, vagy 70 évvel későbbi perspektívából nem követel, azt gondolom, történeti bűnt, hogyha ugyanezt a rekonstrukciós kísérletet próbálja meg, amit az akkori történelmi cselekvők is. Mindez azért is nagyon fontos, mert hogy ahogyan, tehát a II. Világháborúban számos mozzanat történt, ami nekünk nagyon fájdalmas,
Azonban olyan mozzanat, amely világtörténelmileg befolyásolta volna ennek a háborúnak a sorsát, tulajdonképpen csak egy van. Az ez. Az, hogy Magyarország belépe a háborúba vagy sem, az ügyek globális sorsát nem igen befolyásolta volna, mert hogy az a 80 ezer ember, aki 1941-ben kivonult a frontra, ez azért nem osztott vagy szorzott annyira sokat. A második magyar hadseregnek a káváriája nekünk rettenetes dolog, de a teljes keleti fronton ez is egy viszonylag szűkebb történet, és a német ellenállás nem omlott volna össze akkor, hogyha az a második magyar hadsereg nincs ott. Ezt valahogy ki tudták volna maxolni. 1944. október 15-én azonban egyértelműen bizonyítható, hogy ha ez a magyar kiugrás csak félig sikerül, nem is kellett volna teljesen sikerülnie, akkor ennek a második világháborúnak nem 1945. május 8-án lesz vége, hanem hónapokkal korábban. Mit is jelent ez? Csak Németország szempontjából 1944. májusa és 1945. májusa között napi átlagban 9900 civil és katona halt meg. Minden egyes nap. Minden egyes nap. Tehát, hogyha csak egy nappal kevesebb ideig tart a háború, akkor 9900-zal kevesebb árva gyerek, özvegy és szerencsétlen széttört család. Magyar viszonylatban egyébként hasonló számokra jutnánk, nyilván kisebbekkel, de a magyar háborús áldozatoknak is a zöme a háború utolsó szakaszába pusztul el, elsősorban egyébként a származásuk miatt elhurcoltakra gondolok, akiknek egyáltalán nem volt mindegy, hogy mondjuk április 12-én, vagy pedig május 2-án szabadítja fel őket az angol vagy amerikai hadsereg, mert az az állapot, az a fizikai állapot, amiben Mauthausenben, vagy pedig Ravensbrückben, illetve ezekben a haláltáborokban az emberek voltak, akik korábban hónapokon keresztül napi 1200 kalóriát kaptak a súlyos fizikai munka mellett, ott minden egyes napnak szerepe volt. És akkor még a katonai áldozatokról nem is beszéltem. Nos, ezek azok a szempontok, amik miatt én úgy döntöttem, hogy ezzel foglalkozni fogok, illetve van egy személyes része is a dolognak, ezzel sok személyes része is van, nyilván az én családom is átélte a 20. századot, nagypapám hivatásos tiszt volt. Ő is mindig beszélt erről a dilemmáról, bár ő csak nagy rendfokozatban volt akkor, meg a bajtársai is beszéltek róla. És egy olyan 4 évvel ezelőtt lehetett, amikor kaptam egy felkérést egy szócikk írására egy készülő lexikonba, és akkor azt gondoltam, hogy ez nem lesz egy nehéz feladat, biztos, hogy már csomót írtak erről az október 15-éről, előveszem azt, ami eddig megjelent, nagyjából úgyis a fejemben vannak a visszaemlékezések, otthon mindegyik megvan szinte, és akkor írok belőle valamit. És akkor elkezdtem dolgozni, és rájöttem, hogy ez az egész ügy igazából nincs megnyugtatóan megírva. Tehát egyrészt nem lehet tudni pontosan, hogy mikor mi történt, vissza vannak a dátumok, és nincs egy csomó adat feltárva. És akkor ebből a szócikkből született aztán ez a könyv, aminek a bemutatóját most itt megkísérlem megtartani, és akkor vágjunk is bele. Ez az első térkép, nem tudom mennyire látható onnan, a hadi helyzetet mutatja a Kárpát-Perencén belül, ugye ez a front így. Ez azt jelenti, hogy október 15-én az ország jelentős részén már még a német és magyar csapatok állomásoztak, viszont hogyha megnézzük ezeket a zászlócskákat, amin 3 csík van, azok a hadseregek, amin 2 csík van, azok a hadtestek. Ez a kockás, ez a hadseregcsoport parancsnokság. A német és a szovjet zászlócskákon azon vagy horogkereszt van, illetve vagy egy kis csillag a tetején. A magyarok onnan ismerhetőek meg, hogy nincs rajtuk semmilyen jelzés. 1944. szeptemberétől német szempontból egészen 1945. márciusáig Magyarország volt a főharc szintér, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy a
német üzemanyaggyártás az gyakorlatilag megsemmisült, és csak a magyar kőolajmezők itt Zalaegerszeg térségébe szolgáltattak üzemanyagot, a német műbenzingyártás már alig működött, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Wehrmacht szükségleteinek 80%-át azt szinte Magyarországon állították már elő. Ráadásul a magyar finomító kapacitások, amelyek itt voltak Komárom térségében, ezek is még működtek, mert nem bombázták le. Könnyen elképzelhető, hogyha a Wehrmachtnak nem lett volna üzemanyaga, akkor egyáltalán az Ardenneki páncélos csatára se került volna sor. Az is, ugye, aki a Halál 50 órája című filmet látta, ugye annak egy ikonikus része a legvégén, amikor megpróbálják az üzemanyag támaszpontot elfoglalni, és ez nem sikerül. Hozzáteszem, hogy az Ardenneki páncélos csata után még nem kevesebb, mint 6 olyan offenzíva volt Magyarországon, ami ezzel majdnem vagy teljesen összevethető, mert hogy majdnem annyi vagy még több német járművet részt benne, pontosan azért, mert hogy itt volt a legkönnyebb hozzá biztosítani az üzemanyagot. 1944. október 15-e annyiból is egy nagyon fontos dátum, mert ha megnézzük ezt a térképet, itt látjuk ezt a satírozott részt, ez a szlovák nemzeti felkelés által kontrollált terület, ami azt jelenti, hogy amennyiben ez a kiugrás csak félig meddig is sikerül, akkor ez a szlovák nemzeti felkeléssel való egyesülést is jelentette volna, ami azt jelenti, hogy mondjuk a benesi dekrétumok például, mint olyanok, ezek nem lettek volna a magyarokra kiterjeszthetők, hiszen a szlovák partizán a magyar honvédség oldalán harcolt volna a német megszállókkal szemben. Ezt csak úgy halkan mondom, hogy képzeljék ezt el, hogy nincsenek benesi dekrétumok, és ismét csak halkan teszem hozzá, hogy egyébként az első bécsi döntés előtt volt egy magyar-szlovák bilaterális tárgyalás, amelynek során a szlovák fél végül annak a majdnem 90%-át magától felajánlotta, amit az első bécsi döntés tartalmazott. És még 1943-ban is a emigráns csehszlovák kormány Londonban, amikor arról volt szó, hogy ők hogy kívánják ezt kezelni, azt beismerték, hogy teljesen a trianoni határokat nem lehet visszaállítani, hanem valamilyen koncessziót kell tenni a magyar félnek. Tehát, hogy ahol, mit tudom én, a Csallóköz egy részét, meg néhány várost, azt még Benes is ekkor még átadhatónak képzelt. Aztán, amikor látta, hogy a magyarok kártyái mennyire rosszak, természetesen ebből visszatáncolt. Ezt csak azért mondom, mert hogy október 15-e egy olyan pillanat, amikor még nagyon-nagyon sok minden nem dőlt el. Nézzük a román esetet. Ez azért nagyon érdekes, mert hogy a román kiugrás 1944. augusztus 23-án ugye megelőzi a magyart, és felmerül a kérdés, hogy képes volt-e a magyar politikai vezetéseből bármit is tanulni. A dilemma román és magyar politika számára ugyanaz. Van egy sztálini Szovjetunió, amit mind a két ország politikai vezetése gyűlöl és megvet. Egyébként teljesen megalapozottan. Tehát ugye a sztálini Szovjetunió nem volt egy könnyű eset. Tömeggyilkosról beszélünk. Ha arra gondolunk viszont, hogy a románoknak, vagy a magyaroknak voltak-e rosszabb élményei a kommunizmus kapcsán, akkor azt kell mondjam, hogy a román élmény az hatványozottan rosszabb volt. Magyarországon a kommunizmusra csak a tanácsköztársaság 133 napja emlékeztetett, és azt egyébként nem oroszok, hanem magyarok csinálták. Ezzel szemben Romániának egy minden szempontból sokkoló élménye volt 1940 nyarán, amikor a Szovjetunió egy 24 órás ultimátumba közölte, hogy vagy kiürítik azonnal Besszarábiát és Bukovina egy részét, vagy pedig kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni, és kénytelen volt aztán a román politika ebbe belemenni, ami egy rendkívül megalázó helyzet volt, hogy etnikailag román területeket is, méghozzá nagyon nagy mértékben oda kellett adni azért, mert Sztálin megzsarolja Romániát. Ez volt egyébként a fő ok arra, hogy Románia teljesen szakított korábbi antant barát politikájával, és a németek mellé állt, és ez vezetett egyébként a második bécsi döntéshez is. Lényeg az tehát, hogy a román politikai vezetés egyáltalán nem lelkesedett a sztálini Szovjetunióért, ugyanannyira utálta, mint a magyar. Mindkét fél, mind a magyar, mind a szovjet, a román politika azonban a Sztálingrád után sejtette azt, hogy hát itten bajok vannak, tehát hogy ezt a háborút a szovjetekkel szemben nem lehet megnyerni.
Itt csak az volt a kérdés, hogy hogyan lehet elveszíteni, és hogy ezt egy román politikus meg is fogalmazta, nem az a kérdés, hogy megnyerhetjük-e, hanem az a kérdés, hogy ne veszítsük el, és hogy kinek az oldalán leszünk a legvégén. És mindkét fél, mind a magyar, mind a román folytatott titkos diplomáciai tárgyalásokat a nyugati szövetségesekkel, azonban az alapvető dilemmát senki se tudta megoldani. A nyugatiakkal szerettek volna békét kötni, viszont nem a nyugatiak jöttek keletről. A Szovjetunióval a román fél azonban nem tárgyalt. Ez azért nagyon fontos, mert hogy a magyar fél október 15-e előtt nemhogy tárgyalt a Szovjetunióval, hanem rendelkezett egy teljesen felhatalmazott delegációval Moszkvában, akiket a szovjet fél elfogadott, és akikkel aláírtak egy fegyverszüneti megállapodást. A román félnek semmije nem volt. Tehát ők vakon ugrottak ki, ráadásul nagyon vicces is ez az egész, mert hogy a román király, amikor kiad egy proklamációt, akkor ő igazából nem mond igazat, mert azt mondja, hogy már megkötötték a fegyverszünetet, miközben nem kötötték meg. Ez egyébként pont ugyanannyira hazugság, mint amit Horthy Miklós csinált, aki fordítva csinálta. Horthy Miklósnak volt egy megkötött fegyverszünete, de a proklamációban azt mondta, hogy még csak meg fogja kötni. Tehát mind a két fél hazudott, de ennek a két hazugságnak más következménye lett, nevezetesen amikor a román király bejelentette ezt a dolgot, mégiscsak egy teljesen egyértelmű utasítást adott arra, hogy a németekkel együtt tovább nincsen fegyverbarátság, leváltotta mellett a kormányát, majd utána egy hétre eltűnik. Tehát nagyon érdekes, hogy egy hétre fogja magát és kivonja magát a forgalomból, és ennek ellenére a román kiugrás sikerül. Bár ez a siker, ez nagyon kérdéses. Tehát mi, magyarok, azt gondoljuk, hogy a románoknak ez annyira flottul ment. Most a román fél ezt nem egészen így élte át. Emlékeztetnék arra, hogy Hitler, amikor ezt az egész dolgot meghallotta, akkor azonnal parancsot adott arra, még el se kezdődtek az ellenségeskedések, hogy bombázzák le a királyi palotát és támadják meg a románokat, ami azért volt egy nagyon botor cselekedet, mert a német fél nem rendelkezett kellő katonai erővel, hogy egy román ellenállást le tudjon verni, tehát ezzel csak felbőszítette a románokat, akik egyébként hajlottak volna arra, hogy a németeknek szabad elvonulásuk legyen úgy alapvetően. A másik pedig, hogy megtörténik ez a román kiugrás, a román csapatok megadják magukat a szovjet hadseregnek, mi történik? A szovjet hadsereg őket nem kezeli partnernek, hanem mindenkitől elveszi a fegyvert, felrakja a vonatra és elküldi Szibériába hadifogságba. És ez így megy az első nap, második nap, a harmadik nap, a negyedik nap, az ötödik nap, a hatodik nap, a hetedik nap, egészen így megy, több mint egy héten keresztül, tehát itt több százezer embert először fognak és vagonba raknak, és nem is tárgyalnak velük arról, hogy ők hajlandóak-e harcolni a németekkel szemben. Majd amikor a román kormány kéri azt, hogy hát Bukarestbe ne vonuljanak be a szovjet csapatok, csak mit tudom én, ilyen kis rendfenntartó egységek, akkor a szovjet fél így széttárja a kezét, hát kérem szépen, van fegyverszünet? Nincs. És akkor végül eljutnak 1944. szeptember 12-e vagy 19-e, amikor a szovjet fél nagykegyesen bejelenti, hogy hajlandó egy ideiglenes fegyverszüneti egyezmény aláírására, megérkezik a román fegyverszüneti delegáció, ők azt hiszik, hogy itt most lehet tárgyalni. Molotov elvtárs, hogy elővesz egy tollat, azt mondja, hogy itt lehet aláírni, vagy pedig lehet menni, mert nekünk nem, nincs szükségünk arra, hogy legyen megegyezés. Tehát a szovjet hadseregnek az is jó, ha nincs. Ez egy nagyon megalázó helyzet volt, amit aztán további megaláztatások követtek. Például Észak-Erdély. Ugye a román-szovjet megállapodás az úgy szólt, hogy Románia a cserébe azért, hogy kiugrik, megkaphatja Észak-Erdélyt vagy annak nagyobb részét. Ez volt a szövegben. Eleve egy kérdéses, hogy most mit értünk Észak-Erdély alatt, hogy a Partium az most hová tartozik. A Partium ugye az a rész, visszalépek egyet, a Partium ez a mondjuk Szatmárnémeti Nagyvárad részek, ami a trianoni határon túl van, de még a Királyhágon innen. Tehát azt most minek vesszük, ez nem teljesen világos. A lényeg az, hogy pont október 15-én, amikor ez a kiugrás megtörténik,
a Moszkvában tárgyaló magyar fegyverszüneti delegáció kérésére, amelyik ugyanis pontos tudomással bír a román hadsereg és a maniugárdák atrocitásairól, Sztálin utasítást ad arra, hogy a román közigazgatásnak tűnnie kell Észak-Erdélyből, és kiparancsolja az összes román közigazgatási tisztviselőt, ami, hogy is mondjam, az ottani magyarság számára egy életmentő dolog volt, mert hogy ott korábban Szárazajtán és másutt ezek a maniugárdisták súlyos vérengzéseket követtek el. Mindezt arra szeretném felhozni, hogy október 15-én ez az ügy, ez még nem volt lezongorázva, hogy kinek mi jut. Nagy vonalakban természetesen a románok hozzájárulása ahhoz, hogy ennek a háborúnak hamarabb vége legyen, az nagyon jelentős, de Sztálin bizonyos szempontból kifejezetten egy ilyen versenyszellemet támogató ember volt, saját tábornokait is versenyeztette, és akinek jobban ment a dolog, azt meg is jutalmazta. Tehát nem voltak ilyen szempontból neki különösebb gátlásai. A kiugrás tétjét ezt tehát nagyjából elmondtam, de a határkérdés, ez is egy a mi szempontunkból ugye nem relevancia nélküli ügy, hogy ez nekkor még nem volt lezárva. És nézzük magát a fegyverszüneti megállapodás, hogy ez hogy néz ki. Horthy Miklós nagyon sokáig abban a naív hitben él, hogy a nyugatiakkal meg lehet állapodni, és akkor a Szovjetunió majd elvonul jobbra-balra a Kárpátoktól, és nem fog bemenni az országba. Ezt nem tudom, hogy miért gondolta így, de ez a fixa ideája volt, és egészen még 1944. szeptemberében is ezt hajtotta, miközben minden diplomáciai csatornán egyértelműen azt üzenték neki, hogy a nyugati szövetségesek nem hajlandóak külön Magyarországgal megállapodni, Magyarországnak a Szovjetunióval kell megállapodást kötnie, ugyanis a Szovjetunió az, amelyik Magyarországra be fog vonulni. Ennek hatására nagy nehezen Horthy Miklós szeptember közepén elszánta magát egy kapcsolatfelvételre, és ebből két fegyverszüneti delegációt is küldött. Az egyik a Faragó féle végül eljutott Moszkvába, és megszületik 1944. október 11-én a fegyverszüneti megállapodás. Ebben az áll, hogy Magyarország vállalja, hogy ezt 10 napon belül nyilvánosságra hozza, és azonnal megtámadja Németországot. Horthy Miklós ezt aláírta. Amikor az a kérdés merült fel, hogy ez mégis hogy fog történni, azt válaszolta, hogy azt majd én valahogy megoldom. Mert hogy ő nem akarta ezt kezdettől fogva végrehajtani. Mellette szól, hogy csak ugyan ez a dolog, hogy van az embernek egy szövetséges, és azt hátba támadjuk, ez egy nehéz és csúnya dolog. De hát a román és a finn példa intő jel lehetett volna, nevezetesen. A román példa ugye arról szólt, hogy nem a románok támadták meg aztán a német hadsereget, hanem fordítva Hitler adott parancsot arra, hogy támadják meg a román katonákat, akiknek csak védekezniük kellett. Tehát sejthető volt, sőt biztosan tudható lett volna, hogy Hitler nem engedheti meg, hogy a Kárpát-Perencét csak úgy feladja, mert akkor nincs olaj. Nem beszélve arról, hogy nem csak olaj nincsen, hanem hát a front is összeomlik. Horthy azonban azt hitte, hogy itt szerelemből valahogy mindenki belátja azt, hogy csúnya dolog a háború, és jobbra-balra az emberek elmennek. Semmilyen konkrét terve nem volt arra, hogy mit csináljon, amennyiben a német fél mégis azt mondja, hogy már pedig mi ezt nem akceptáljuk. A finn eset azért érdekes, mert a finn eset az úgy néz ki, hogy ott is megállapodik Finnország a Szovjetunióval. Elvileg a finn csapatoknak meg kell támadniuk a német csapatokat. A gyakorlatban az történik, hogy a felek kölcsönösen úgy tesznek, mintha csatároznának, és a németek pedig szépen elkezdenek visszavonulni északi irányba, és egy 3 hétig tulajdonképpen ezt az egész ügyet ugye el lehet kenni valahogy, hogy hadba állunk, meg nem állunk hadba, de 3 hét után egyrészt a szovjet idegesség egyre nagyobb lett, másrészt a németek aztán egy idő után nem azzal a sebességgel mentek már északnak, amivel a finnek szerették volna, és akkor rendes összecsapásokra is sor került. És ez mind október 15-e előtt van. Tehát lehetett tudni, hogy ezt harc nélkül nem lehet megúszni, sőt, azt is lehetett át tudni, hogy a német fél maga fog magyar katonákra támadni,
És ebben az esetben kell mondani ezeknek a katonáknak valamit. Az egésznek a kulcskérdése ugye maga a fegyverszenti proklamáció, hiszen ennek lett volna a feladata, hogy orientáljon mindenkit Magyarországon, hogy mi a teendő. Horthy Miklós ezt a fegyverszenti proklamációt sorsdöntő pontokon az utolsó napokban átírta. Mert az eredeti szövegben az volt, hogy fegyverszetet kötöttem, ebből lett az, hogy előzetes fegyverszetet kötünk, és az eredeti szövegben az volt, hogy mától fogva Magyarország hadi állapotban lévőnek tekinti magát Németországgal, ezt is ő kihúzta. Ez utóbbiéként még nem lett volna önmagában egy annyira katasztrofális dolog, az viszont mindenképp az volt, hogy beolvassák ezt a proklamációt a Magyar Rádióban, mindenki hallja. Mivel arról, hogy mi az egyes hadseregeknek a feladata, a alárendelt tisztek szinte semmit se tudtak, mert csak a hadseregparancsnokok lettek beavatva, illetve a három hadseregparancsnokból az egyik az nem. Mindenki várta a konkrét utasításokat. A Honvéd vezérkar főnökségén a tisztek egy része az mindenképp a további harc folytatása mellett volt, és ez a csoport kellően agresszív és erőszakos módon megszövegezett egy értelmező szöveget. És az az értelmező szöveg a kormányzói kiáltvány kapcsán így hangzik, hogy a kormányzói kiáltványnak nem az az értelme, hogy a magyar hadsereg letette a fegyvert, csak fegyverszüneti tárgyalásokról van szó. Ezeknek a kimenetele még bizonytalan, így minden magyar katonának és egységnek folytatnia kell a harcot minden erejével, éppen úgy, mint korábban minden oldalról jövő támadással szemben. Formálisan ez a szöveg egyébként nem volt téves, tehát Horthy Miklós publikált kiáltványából csak ugyan nem következett más, mint ami ebben áll. Más kérdés, hogy akik ezt a honvédvezérkari főnökségi szöveget megszövegezték, azok tudták, hogy egyrészt szó sincs arról, hogy a hadsereg letegye a fegyvert, a fegyverszüneti tárgyalások megtörténtek, megállapodás van, és a megállapodás arról szól, hogy a magyar csapatoknak meg kell támadniuk a németeket. Magyarán rossz hiszemű szövegről van szó. Ezt a szöveget honvédvezérkar főnöksége, akik akkor a Színház utcában voltak, ugye a Színház utca, ez a várban van, gyalog a Színház utcából a Királyi Palota az úgy nagyjából 3 perc, tehát nem több, és az egész területet egyébként a Magyar Királyi Testőrség biztosította. Ez azért lényeges, mert ez a magyarázat kimegy a csapatokhoz, Horthy Miklós ezen először felháborodik, majd tudomásul veszi. Megtehette volna azt, hogy elkezd ordítozni, hogy kérem szépen, maguknak erre nincs joga, ezt a ilyen magyarázatot nem lehet kiadni, vonják vissza, mondják meg, hogy a csapatoknak védekezni kell a német támadásokkal szemben, és a szovjetekkel pedig minden parancsnok vegye fel a összekötetést, mondhatott volna egy ilyet, nem mondta, tudomásul vette. És ebből adódott az, hogy aztán az alárendeltek ezeket a szövegeket hallva széttárták a kezüket, és kérdezték, hogy hát én akkor most mit csináljak? Ez azért is nagyon lényeges kérdés, mert hogy lehet vizsgálni az alárendeltek viselkedését, hogy mit csináltak volna ha. Tehát ez a mi lett volna ha, ez empirikusan vizsgálható, és pedig a következő kép. A hivatásos tiszteknél meg lehet vizsgálni például azt, hogy hány százalékuk próbálkozott 1945 után tovább szolgálni az úgynevezett demokratikus honvédségben. Nyilván, hogyha valaki szélsőséges német barát és nyilas volt, akkor ezzel nem próbálkozott. A helyzet az, hogy azoknak a hivatásos katonatiszteknek, akik túlélték a II. Világháborút, a 90%-a próbálkozott tovább szolgálni. 90%-a. Ez azt jelenti, hogy olyan iszonyatos ideológiai görcsök és fékek nem lehettek bennük, ha hajlandóak voltak 1945-ben már jelentkezni az új demokratikus honvédségbe, amely gyakorlatilag szovjet irányítás alatt működött. Éppen ezért teljesen megalapozottan feltételezhetjük azt is, hogyha ők nem 1945-ben kapják meg ezt a kérdést, hanem 44. október 15-én, egyértelmű módon, akkor
követték volna a kormányzó parancsát, hogyha az úgy szól, hogy már pedig a szovjetekkel együtt kell működni. Mindezt annak dacára, hogy természetesen voltak görcsök a szovjetekkel kapcsolatosan. Kár volna tagadni. Tehát, hogy a Oroszországnak, de a Szovjetunionnak egy rossz imidzse volt, teljesen megalapozottan, de ne felejtsük el, hogy a németeknek se volt az imidzse annyira jó. Tehát a német fegyverbarátságnak a konkrétumai, amikor lelögdösték a magyar honvédeket a teherautóról a Don mellett, amikor a felperzselt föld taktikáját alkalmazták, és még sorolhatnám, az se volt azért egy olyan nagyon népszerű történet. Mindebből viszont az következik, és ezt számtalan egyéni sorson keresztül bizonyítani tudom, hogy az érintett, amikor egyértelmű parancsot kapott, azt végrehajtotta, mert hogy Horthy Miklósnak óriási tekintélye volt. És most nézzünk néhány diát, a konkrét mi lett volna, ha a kérdés, hogy mi történt volna az egyes helyeken. Az első dia az első magyar hadsereg arcvonalát mutatja. Ez az arcvonal, ez innen Máramoros szigettől kezdődött, és körülbelül idáig a vereckei hágóig tartott. Ez egy majdnem 200 kilométer hosszú arcvonal szakasz, és ezen az arcvonal szakaszon egyetlen egy német egység sem állomásozott. Tehát, hogyha ez a hadsereg semmi más nem tesz, csak nem csinál semmit, azt mondja, hogy kérem szépen, fegyverszünet van, megengedjük a szovjeteknek, hogy használják az utakat. A német fél nem is tudta volna nagyon megtámadni a magyar csapatokat, mert hogy itt egy kifejezetten hegyes terep van, itt a német csapatok visszavonulásba voltak. Magyarán az a 160 ezer ember, aki itt állomásozott, az viszonylag biztonságban volt, nem lehetett volna foglyul ejteni őket csak úgy, és egy ekkora front szakaszon, hogyha a szovjetek át tudnak kelni a Kárpátokon, ez azt jelentette volna, hogy október 25-ére Nyíregyházán vannak, ami azt is jelentette volna, hogy ebben az esetben az a német társaság, akik itt vannak, azok nagy része fogságba esik. A hadsereg parancsnoka Dálnoki Miklós Béla vezérezredes, korábban a kormányzó katonai irodának főnöke volt, egy abszolút Horthy hű ember, aki azonban saját maga is elképett szerintem azon, amikor ezeket a proklamációkat és magyarázatokat hallotta Budapestről, amik ugye teljesen ellentétesek voltak azzal az eligazítással, amit ő korábban Horthy Miklóstól kapott. Mert hogy Horthy Miklós azt mondta neki, hogy fegyverszüneti megállapodás van, de arra a kérdésre, hogy mi a hadsereg feladata, meg kellett támadni a németeket, Horthy azt mondta, hogy hát ezt majd én megoldom valahogy. Tehát nem adott Dálnoki Miklós Bélának semmilyen konkrét támogatást. Miklós Béla beosztottai pedig feltették a kérdést, hogy ha a felsőbb hely nem mondja azt, hogy meg kell támadni a németeket, akkor kik vagyunk mi, hogy ezt magunk eldöntsük? Miért vegyük mi magunkra ennek a felelősségét? És valahol egyébként ezt meg tudom érteni, nyilván van egy bizonyos pont, ahol a katona és politikus kell, hogy legyen. De ez mondjuk nem a századparancsnok és nem is a hadosztályparancsnok szintje, hanem valahol a hadseregparancsnoknál van. Miklós Béla szerintem megijedt egyszerűen attól a helyzettől, amiben belekerült, ugyanis tudta azt, hogy amennyiben nem történik semmi, és Budapesten Horthy Miklós átadja a hatalmat a nyilasoknak, akkor egy vagy két nap múlva meg fog jelenni a hadseregnél a nyilasok által kinevezett új hadseregparancsnok, és őt letartóztatják. És éppen ezért a legolcsóbb megoldást választotta, politikai felelősséget nem vett magára, ellenben fogta magát, összepakolt és átment a szovjetekhez. Magával vitte vezérkari főnökét Kéri Kálmánt, aki eredetileg úgy volt, hogy csak Kéri Kálmán megy át, és Miklós Béla a hadseregnél marad, vagy fordítva, tehát csak az egyik megy át, de így, hogy mind a kettő, tehát a vezérkarfőnök és a hadseregparancsnok is átment, így a hadsereg teljesen fej nélkül maradt, ami ahhoz vezetett, hogy a Budapestről kiküldött új megbízottak minden további nélkül át tudták állítani az egyébként teljesen kormányzóhű tisztekből álló hadsereg felső vezetését. Következő a második magyar hadsereg, ez Dálnoki Veres Lajos parancsnokság alatt nagyon súlyos harcokban volt, és nagyjából ezen a szakaszon vonult vissza, keveredve német egységekkel. Itt egy átállás sokkal nehezebben lett volna megvalósítható, de az is igaz, hogy Dálnoki Veres Lajos is egy
Nagyon megbízható katonatiszt volt, rendkívül németellenes, teszem hozzá. Ő is megkapta ezeket a parancsokat, ő is tudta azt, hogy Moszkvában megkötötték a fegyverszünetet, annál is inkább, mert ennek a moszkvai bizottságnak a táviratforgalma az részben rajta keresztül zajlott. Mit csinál október 15-én? Kocsiba ül, itt volt Zila környékén valahol a főadiszállása, és elindul ezzel az autóval ebbe az irányba, a debreceni páncélos csata epicentrumába, ahelyett, hogy kiment volna valamelyik hadosztályához, és ott egyértelmű utasításokat adjon arra, hogy a katonák álljanak át a szovjet csapatokhoz. Ugyanazt csinálta, mint Horthy Miklós. Tehát lehet és kell Veres Lajost hibáztatni, hogy ahelyett, hogy valami konkrét üggyel előmozdította volna ennek a kiugrásnak a sikerességét, a felelősség elől elmenekült, de nem csinált más, mint a főnök magatartását mintázta. Ezt ne felejtsük el. Harmadik hadsereg. A harmadik hadsereg az Alföldön állomásozott, és pedig úgy kell ezt elképzelni, hogy Kiskunhalastól délre itt egy nagy űr volt, itt nem volt semmi. Szolnok ugye itt van, Szolnokon voltak erősebb német erők, de Szolnoktól délre, Kecskeméten és a környékén igazából csak a csapatok nélküli német 57. páncélos hadtest törzse volt, de ez egy hadtest törzs, ez kb. 1500 ember, valamint a német 4. SS páncélgránátos hadosztálynak egy ezrede, itt Kiskunfélegyháza és Szolnok között, de ez csak egy ezred, míg a magyar félnek volt 8. pótharosztály, 23. tartalékharosztály, 1. páncélos harosztály, valamint a ezeket vezető 8. hadtest, és még a huszárhadosztály is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt summa summarum, ha összevetem, akkor 80-100 ezer magyar katonára esett maximum 5 ezer német. Ez azért egy kezelhető arány. És, amint mondtam, itt Kiskunhalas térségében már nem volt semmi, tehát hogyha a szovjet csapatok innen felgyalogolhattak volna körülbelül 3 nap alatt, még akkor is, ha minden második harckocsi lerobban közbe, mert hogy nem lett volna mit ellenük a németeknek bevessenek, annyira reménytelennek tűnt ekkora a helyzet. A harmadik magyar hadsereg parancsnoka, Heszlényi József vezérezredes, azonban egy kifejezetten német barát tiszt volt, akit semmilyen módon nem avattak be a eseményekbe, viszont arról se gondoskodtak, hogy ő ki legyen kapcsolva. És ez azért bizonyult fatálisnak, mert például az alárendelt alakulatok közül az 1. páncélos hadosztály 1944. június 6-án, amikor Horthy Miklós parancsot adott nekik arra, hogy Esztergomból azonnal menjenek Budapestre, és akadályozzák meg a csendőrök vélelmezett puccsát, illetve a zsidóság további elhurcolását, ez a hadosztály azonnal Budapestre vonult. Tehát fel sem merült, hogy ne engedelmeskedjenek a kormányzói parancsnak. És ugyanazok vezették október 15-én, mint június 6-án. Ráadásul még a fegyverzetük nagy része is megvolt. Tehát kérdem én, miért viselkedtek volna másképp, ha határozott parancsot kapnak, pláne, hogy a katonának akkor is és ma is alapvetően a parancsok végrehajtása a feladata, és nem az, hogy ezeket értelmezze, pláne nem az, hogy felülbírálja. De mint tudjuk, nem kaptak parancsot, tétlenül kellett, hogy várakozzanak egészen addig, amíg ugye október 15-e estére a Honvéd vezérkar főnöksége már gyakorlatilag ezt az egészet megbuktatta, illetve a németek átvették a hatalmat. És itt kell egy kis kitérőt tennem. Ugye sokszor az van, hogy október 15-e egy nyilas puccs. Ez egy picit téves, és pedig azért, mert hogy valójában a nyilasok ebbe az ügybe túl sok szerepet nem játszottak. Az volt eleve a megállapodás a nyilasok és a németek között, hogy a nyilas fél az nem avatkozik be úgy, hogy ilyen polgárháborús dolgok lehessenek, tehát hogy nyilasok ne támadjanak meg sehol se honvéd csapatokat, hanem csupán arról gondoskodjanak, hogy mindenki passzív maradjon. A támadás már amennyiben egyáltalán szükséges, az a németek feladata. És október 14-én este, amikor mindkét fél pontosan egyik se tudta, hogy mi fog történni pontosan másnap, de rosszul mondom, Horthy Miklós tudta, de a németek nem tudták.
De értékelések mindkét oldalról készültek, hogy kinek milyen esélye van, és a német fél egyáltalán nem bízott akkor még a sikerbe. Tehát Wiesenmayer súlyos depressziós volt, és a többi német szereplő is rendkívüli mértékben aggódott, hogy ebből egy óriási katasztrófa lehet. Ráadásul, ahogy a németek is sok mindent tudtak a magyar előkészületekről, úgy fordítva is igaz, a magyar félnek is voltak beépített emberei, még a német követségen is, és ők is tudtak arról, hogy a németek mit terveznek. Így például azt, hogy német ejtőernyős alakulat van Leányfalun, ezt a magyar királyi testőrség parancsnoka pontosan tudta, és fel is készült arra, hogy esetleg ejtőernyős támadás éri a várat. Csináltam fiktív térképeket, és akkor itt a mi lett volna, hanál vagyunk, ami azt a helyzetet próbálja modellezni, hogy mi történt volna akkor, amennyiben Horthy Miklós egyértelműbb parancsokat ad, és mondjuk a magyar katonák egy része fogja magát és hazamegy, a másik része nem csinál semmit, a harmadik része pedig követi az előjárói parancsait, azzal az együttműködik a szovjetekkel. Ezt mondjuk így egyharmadra tettem. Ebben az esetben október 21-én itt bekerítették volna a német csapatokat, itt lett volna egy elszigeteltebb német ellenállásra lehetőség, és a szovjet vonalak azok úgy nagyjából itt húzódtak volna, a németek pedig körbelül Győr, Komárom, Dunaszerdahely térségén tudtak volna valamilyen felfogó állást előkészíteni, de hozzá kell tennem, semmiféle német tartalék nem létezett ebben az időben, sem Ausztriában, sem a környékén. November 1-ére vélelmezhetően a szovjet csapatok mindenképp elértek volna Budapestig. A zászlókat úgy kell értelmezni, hogy csak a hadtest és hadseregeket vettem fel, tehát a hadosztályokat nem szerepeltettem, és a német tartalékokat, azokat itt két héttel korábban érkeztettem be, mint ahogy a valóságba beérkeztek a Balkánról. Tehát még ez a forgatókönyv kedvez is a németek lehetőségének, de önmagában már csak a zászlóskák száma is úgy eléggé megdöbbentő, hogy mennyi hadsereg és hadtest van a szovjet oldalon. Ja, és azt feltételezem, hogy az összesen 9 magyar hadtestből 3 harcol a szovjet oldalon, és 6 meg megszűnik. Tehát, hogy a magyar hadsereg nagy részét nem is veszem bele ebbe a buliba. És akkor, ahogy látják, itt a november 1-én az első szovjet vonal valahol itt húzódhatott volna, az első német pedig körbelül itt, és Budapesten valószínűleg a nyilasok átvehették volna rövid időre a hatalmat. Hozzáteszem, ez a pessimista forgatókönyv, hogy Horthy Miklós a 300 testőrével, meg a Budapest őrzászlója katonáival a várban néhány napon keresztül kitart, ezek után mondjuk fogságba esik, vagy meghal, de hozzá kell tennem azt is, hogy Varsóban sokkal rosszabban felfegyverzett felkelők 1943-ban és 1944-ben nem 2-3 napig, hanem 2 hónapig tudtak ellenállni. Tehát nem indokolatlan egyébként az a feltételezés, hogy amennyiben Horthy Miklós ellenáll a várban, akkor ez az ellenállás nem lett volna egy hétig sikertelen. És képzeljék el azt a pszichológiai helyzetet, hogy Budapest egész lakossága panorámából nézheti végig azt, ahogy egy idegen állam hadserege bombázza a királyi várat, és géppuskázza a várpalota ablakait. Az eléggé egyértelműen orientálta volna a magyar lakosságot arról, hogy ki is a szövetségesünk, és ki nem. De hát, mint tudják, ez nem történt meg. A következő dia, ez a november 30-ai helyzetet mutatja. Ugye november 30-án a valóságban a front az körülbelül így nézett ki, ahol most a pirosat mutattam, de ez is egy a németek szempontjából igazából nagyon optimista forgatókönyv, hogy itt meg tudtak volna állni bármeddig is. A következő dia pedig a január 15-i helyzetet mutatja. Itt január 15-én már azt kell vélelmeznem, hogy beérkezik a német 6. hadsereg azért az Ardenneki támadás helyett Magyarországra. Ezt feltételezem, hogy egy ellentámadással vissza tudja foglalni legalább a Dunántúlt, de hát egész egyszerűen a számok miatt is erre valami kevés esélyt látok, és végül a határok. Még menjünk erre csak egy kicsit vissza.
Tehát a január 15-i helyzet, amennyiben ez lenne, és lehet mondani, hogy ez most itt értelmetlen játszadozás, intellektuális szórakozás az én részemről, de fel kell tennem a kérdést, mi alapján gondoljuk, hogy ez nem így lett volna akkor, ha a kiugrás sikerül? Illetve kedves tanárom, Romsis tanár úr, őt nem tudtam ezzel az egész dologgal igazán meggyőzni, azt mondta, hogy ez egy értelmetlen felvetés, de ha tényleg értelmetlen, ha mindig csak arról beszélhetünk, ami megtörtént, és soha nem beszélhetünk arról, ami megtörténhetett volna, akkor hol van a felelősség? És szerintem a Magyarországot az viszi előre, hogyha a felelősséget is keressük. Talán nem tudom, melyiken mi lenne a történetoktatás feladata, mint hogy a társadalmi felelősségre, vállalásra neveljük azokat, akik az iskolába ott ülnek, és hallják azokat az okosító történeteket, különböző magyar szereplők, akik döntöttek így, úgy és amúgy, miközben dönthettek volna másképp. És visszatérve tehát a határokra. Ez is modellezhető, és pedig azért modellezhető, mert amint említettem volt, az első bécsi döntés esetében volt korábban egy szlovák ajánlat, azt megelőzően, ami annak a 90%-át visszaadta volna magától. És én azt vett, csak azokat a területeket satíroztam be, ahol egy ilyen 90% feletti magyar többség volt, és még így is kompromisszumokat jelentett ez volna a szlovákok irányába. Erről Beneš és társai le kellett volna, hogy mondjanak, annál is inkább, mert hogyha a korábbi szlájdokra gondolnak, szlovák nemzeti felkelés karöltve harcolt volna a magyar csapatok oldalán. Nem lehetett volna vagonba rakni a csallóközi magyarokat. Nem lehetett volna elvenni az állampolgárságukat, megalázni őket, és rabszolgaként adni-venni, mint egy marhavásáron, aztán Prágába és másutt, akiket deportáltak. Román esetben pedig szintén volt 1940-ben egy román ajánlat, még a második bécsi döntés előtt, ami a Partiumból mintegy 5000 négyzetkilométer terület visszaadását önként felajánlotta, és itt azt próbáltam berajzolni, ahol egy nagyon masszív magyar többség volt megállapítható. Ezt a békát a román fél is lenyelte volna. Lehet, hogy ez nagyon kevés az 1000 éves határokhoz képest. Én lehet, hogy kis hitű vagyok, de beértem volna vele. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ez lett volna egy nagyon röviden, amit a témáról le akartam mondani. Ha kérdésük van, akkor azt örömmel várom, és a könyvbemutató végén hoztam néhány kötetet, amit kedvezménnyel megvásárolhatnak, illetve örömmel dedikálok is önöknek. Köszönöm a figyelmüket. Nincsenek rossz kérdések, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek. Tessék! Állam férfia, hogy tisztás? Abban az értelemben, hogy kritikus helyzetekbe tudott-e jó döntést hozni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem. Nyilván voltak esetek, amikor működött valamilyen politikai érzék benne, de ő alapvetően, mint államférfi, reprezentált. És addig, amíg reprezentált, nem is volt ezzel gond. A problémák ott kezdődtek, amikor nem reprezentált, hanem maga is a politizálást kezébe vette, és ebből fatális dolgok voltak már a háború kitörése előtt, de hát konkrétan azt, hogy Magyarország belépett a második világháborúba, és ahogy belépett a második világháborúba, ez csak is és kizárólag Horthy egyszemélyes döntése volt. Lehet mondani, hogy előbb-utóbb úgyis be kellett volna lépni, de egy államférfi arról ismerkszik meg, hogy egy lehetőséget egyrészt kimaxol, másrészt, hogy nem sodortatja magát az árral, és Horthy Miklósról egyik se állapítható meg. Tehát én azt gondolom, hogy Horthy Miklósnak egy sokkal jobb imidzse van Magyarországon, köszönhetően egyébként a kommunizmusnak, ami alapvetően Horthyt bűnbaknak tette meg, és a dolgok logikája barát, ellenség, ha a kommunisták szidják, csak jó lehet. Ebből adódóan van egy Horthy nosztalgia, ami szerintem alapvetően téves és káros, és jobb volna szembenézni vele. Tehát szerintem Horthy ezen az egész államfői
feladaton megbukott. Nem egyszer, nem kétszer, többször. Ez az október 15-e az utolsó, és még hozzátenném, hogy miután ez az egész összeomlik, aláír. Először ugye az van, csak úgy emlékeztetnék, hogy hogy zajlik a kapituláció. Horthy először október 16-án reggel 6-kor kiad egy utasítást, hogy ne lőjön senki, majd ott hagyja az egész testőrséget a várban. Anélkül, hogy bármilyen további utasítása. Akkor először azt mondja, hogy nem írja alá a lemondását, majd aláírja. Aztán azt mondja, hogy nem írja alá szállási miniszterelnöki kinevezését, majd aláírja. Majd aztán 16-án este írja egy levelet, hogy a novemberi juttatásait azt még kéri fogyósítani magának. Tehát ez úgy felmerült, hogy az neki még a novemberi államfőli apanása az jár. És a legdöbbenetesebb talán, hogy Horthy menye, Idelszem Gyula Ilona, illetve a felesége, azok sokkal nagyobb férfiak voltak a szó nemes értelmében, mint maga Horthy Miklós. Ez a két nő bement a vatikáni követségre, és ők azt gondolták, hogy itt most harc lesz. És amikor megtudták, hogy nem lesz harc, kétségbe voltak esve. Tehát ők azt várták el a kormányzótól, hogy harcoljon. És Édeszem Gyula Ilona ezt egy katasztrófának tartotta, csak ugye a családon belül lojalitás miatt ez a későbbiekben nyíltan nem volt elbeszélhető. De ez a két nő mást akart, és tehát az, hogy a kormányzói kiáltvány elhangzott, az is Édeszem Gyula Ilona érdeme, ugyanis csak felidézem magát az eseményt. Október 15-én délben Edmund Weizenmayer tárgyal Horthy Miklóssal. Ezen a tárgyaláson Horthy bejelenti azt, hogy már pedig fegyverszünetet kér, vagy kért. Weizenmayer elrohan, és azt mondja, hogy küld egy rendkívüli megbízottat, akivel még azért tárgyaljanak. És akkor erre Horthy akkor azt mondja, hogy jó. És nem gondoskodik arról, hogy beolvassák a kiáltványt. És hogyha Édeszem Gyula Ilona nem kezdett el erőszakoskodni a várba, de hát apus, akkor most beolvassuk a kiáltványt, akkor nem olvassák be a kiáltványt, csak azért olvasták be, mert ez a nő ott erőszakoskodni kezdett, odarendelte a rádió vezetőjét néhány testőrrel meg pisztollyal, azok elvágtattak a rádióba, és ott beolvasták. De hogyha ők nincsenek, akkor be se olvassák. Bocsánat a terjedelmes válaszért. Tessék. Nekem kettő kérdésem lenne, bocsánat. Az egyik az, ami lett volna, hogy elképzelhető, hogy ha Horthy azt mondja, hogy nem enged a német zsarolásnak, akkor a németet szívesen meggyilkolták volna, fiát? Az nem valószínű, mert azzal nem érnek semmit. Az valószínű, hogy megtámadják a várat, de akkor egy olyan helyzetbe kerülnek bizonyos szempontból, politikailag, mint amiben most Oroszország került Ukrajnával, nem lehet jól kijönni a sztoriból. Mert hogyha megtámadják a várat, elkezdenek lövöldözni, vagy meghal közben a Horthy, vagy nem. De azt a sztorit elmondani, hogy itt magyar-német fegyverbarátság van, és hogy továbbra is harcolunk a bolsevizmus ellen, ezt nem lehetett volna. Tehát akkor mindenképp a honvédség németek oldalán harcoló része szétesik. És ne felejtsük el, a Kárpát-medencében a katonaságnak a 70%-a magyar volt, és a 30%-a német. Tehát kb. 300 ezer németre esett több mint 700 ezer magyar. Ha ez a 700 ezer katona kiesik a német oldalról, még nem is kell az, hogy a szovjetek oldalán harcoljon. Elég, ha eltűnik. Tehát akkora lyuk keletkezik, amit senki nem tudott volna betömni. Igen, ott hátul is. És hogy körbekerítették a várat, hol az oroszok, hol a németek. Hol német, hol orosz hadifogság, vagy fogságban voltak. És aztán, amikor az oroszok előre nyomultak, akkor a németek már kivitték a várból a testőröket, és bevagonírozták őket, úgy volt, hogy viszik Németországba, de az orosz hadsereg az utolérte tulajdonképpen a németeket. Így mesélte apukám, és övéké lett a testőrségnek a vagonja, és utána elindultak Szeged felé, és ott
megtisztálkodhattak, tiszta ruhát vehettek. Tehát az oroszok tulajdonképpen tisztelték a testőrüket. És úgyhogy elvitték őket orosz hadifogságba, 3 évig volt ott apukám, Moszkvától olyan 50 kilométerre voltak, úgyhogy... Bocsánat, mi a kérdés? Én csak elmondtam, hogy az apukám volt a testőre. Értem. Azt javaslom, mi nem tudhatjuk egymásról, hogy kinek mire van ideje, illetve mire kíváncsi, hogy elsősorban kérdéseket fogalmazzanak meg, és utána, ha azok nincsenek, ezek a személyes történetek nagyon fontosak lehetnek természetesen, de lehet, hogy az arra rajtam kívül nem biztos, hogy más is kíváncsi. Öné a szó. Hát én az értékelésével elég nagy részben nem értek egyet. Na most nyilván ez előfordult már máskor is, amikor egymással találkoztunk az elmúlt 15 évben. Na most az ellenben, ahogy ön értékelte a pufajkás miniszterelnökünket, az kimondottan tetszik. Úgy gondolom, hogy kicsit objektívabb lett, mint korábban ezt tette. Én szerintem saját véleményemet mondom. Na most vannak dolgok, amit nem hangzott el. Magyarországon terrorbombardások voltak, a Szolnokon átjön a vasútvonat, és kivalni, hogy 1000 ember halt meg, civilek, döntőtöbbségben civilek, de Debrecenben, stb. Ez történt elég folyamatosan 44 júniusától. Na most Magyarországon 1 millió embert vittek ki a Szovjetunióba, ennek kb. A fele civil volt. De itt két történelmi probléma van abban, ami eddig elhangzott. Magyarországon nem voltak terrorbombázások. A terrorbombázás az, amikor kizárólag civil célpontokat bombáznak, itt Szolnokon a pályaudvart bombázták. Ha terrorbombázás lett volna, akkor itt foszforkannákat dobtak volna le lakóövezetre, akkor nem 30 ezer ember halt volna meg Magyarországon, hanem 300 ezer. Magyarországon az angol-amerikai légierő súlyos dolgokat művelt, de az nem volt terrorbombázás. Az Németországban volt, ez az első. A másik... A Dresdai félmilliós halottal nyilván nem számoltunk szerencsére. Igen, de... Terrorbombázások voltak, ha ön megnézi Debrecenben, hogy ki voltak teregetve, 1000 halott összve. De az a pályaudvar bombázása volt, nem... Ha ön beszélt volna az én szomszédommal, akinek a feleségét úgy ásták ki, és a két gyerek a combján halt meg, a sírját megtekintett. Tehát a debreceni temetőben ön is, meg én is, ha akarom. Tehát azért mondom, kit miért. A másik, Horthy Miklósnak volt 4 gyereke. Az utolsó élő gyereke az német hadifogságban volt. Nyilván német fogságban volt, mindegy, hogy ez minek nevezik. A másik említette Varsónak a dolgát. Na most Varsónál a szovjet csapatok ott álltak Varsó mellett, én így tudom, mint egy mérnök ember, én nem történész vagyok. És megvárták, míg a németek felszámolják a varsói felkelést. Én úgy gondolom, hogy ezt a Horthyék is ismerték, ezt a Horthyék, tehát a magyar hadsereg vezetőséget ismerte a dolgot. Na most én annak idején volt olyan szerencsém, hogy a Kéri Kálmán bácsival, aki ezredes volt a háború idején csak, és nem fogadta el a szolgálatoktól a tábornoki kinevezést, ezt közismert nyilván ő is tudja, és később lett csak a 90 után vezéredes, már úgy értem, a magyar országgyűlés tagjaként is. Tehát ők ugye átsétáltak. Na most a szovjeteknek a viselke, azon kívül nem hallottam azt, hogy a magyarországi harcokban román és bulgár egységek is voltak. Na most én Debrecenből menekültem, nem emlékszem rá, mert ahhoz képest fiatal ember vagyok, és júniusban értünk vissza, és ott, amit megértünk, azok a soproni terrorbombázásnál, ha a hugom nem sír a helyébe, akkor mi meghalunk, mert nem mentünk az óvóhelyre. Bocsásson meg a kérdést, én nagyon szívesen vitatkozom önnel, és az is lehet, hogy nekem nincs igazam. De az egy másik fórum, amit folytathatjuk akkor, ha nincs több kérdés, de először azt szeretném kérni önöktől, hogy kérdéseket tegyenek fel, de ismétlem, terrorbombázás Magyarországon nem volt, lehet, hogy akik ott meghaltak, így élték át, de
az angol és amerikai légierőnek nem volt ilyen szándéka. Csak katonai célpontokat bombáztak. Hát néha félre csúszott a bombaszőnyeg, de erre azt javaslom, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos szakirodalmat. Nem én írtam, én nem is foglalkoztam ezzel, de szerencsére a magyarországi légiharcoknak számos feldolgozása van. Ebben 30 ezer civil meghalt. Tehát nagyon sok civil is meghalt. De ha itt terrorbombázás lett volna, akkor foszforkannákat dobnak le. Ezt nem dobták. Nem volt foszforos bombázás. Először ön, és utána pedig ön. Egy második kérdésem pedig az lenne, hogy volt a 1980-as évek végén a televízióban egy sorozat, és az volt a címe, hogy Végjátékozon a meg. Így van. És én arra emlékszem, már arra emlékszem, ami a fikció része volt, hogy Cilla Tilla játszott a Bordit. Így van. Többi szereplőt nem emlékszem, roppantul érdekes volt. Az lenne a kérdésem, hogy ön, mint történész, hogy mennyire volt ez hiteles, ha jól emlékszem, kimondottan az lehető Tilla-Tilla alakítása miatt, ahol tényleg van rokon szemes úri ember két jelent meg, akinek szóval nehéz döntéseket kellett hozni, és ebben rosszul döntött, és az a kérdésem, tényleg kérdésem, hogy értékeli ezt a... Igen, utólag az a, én gyerekként ezt néztem, én 69-ben születtem, és emlékszem, hogy minden egyes ilyen adást néztem, meg hát beszélgettünk róla a szüleimmel, meg a nagyapámmal. Utólag tulajdonképpen érthetetlen, hogy egy kommunista diktatúrában egyáltalán megengedtek egy ilyen filmet, amelyben a Horthy emberi lényként jelent meg, sőt, tulajdonképpen még bemutathatták volna teljes joggal, egyébként sokkal súlyosabban is, hogy előveszik a korábbi ügyeit, de a Bokor Péter és társai kifejezetten nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy azt mutassák meg a nézőnek, hogy ez az ember 44 októberében milyen döntési helyzetek előtt állt, és nem akarták befolyásolni őket azzal, hogy mit csinált Horthy korábban. Tehát teljesen bizonyos szempontból kiszakították egyébként az előzményekből, de ezt helyesen tették, mert egyébként olyan sok rossz hangzott el Horthy Miklósról a kommunista sajtóban, hogy az indoktrinálta volna az embereket, hogyha a film is ezt az utat követi, és ezért abban egy nagyon neutrális Horthy jelenik meg. Egyébként, ahogy ön is mondja, egy tisztelhető, rokonszenves ember adott esetben. Én bevallom őszintén, amikor ezt a kutatást elkezdtem, nekem egy sokkal jobb Horthy képen volt. Sőt, ki vannak ott állítva a könyveim. Az első könyv, ahol Horthy Miklós szerepével és felelősséggel foglalkoztam, az a Horthy rendszer mérlege. Ez 1912-ben jelent, vagy 2012-ben jelent meg. 2012 óta minél többet foglalkozom ezzel, annál lesújtóbbá válik számomra a kép, mert hogy ennek az embernek a gyengességeit annál jobban látom kitapinthatónak, de ez a sorozat tényleg azt kísérelte meg, hogy az egész magyar nemzet, minden tagja, Horthyista katonatiszt gyerekétől antifasiszta ellenállóig képes legyen ezt megnézni, és ne rohanjon ki felháborodással rögtön az adás 5. percében. És ez szerintem egy óriási teljesítmény Bokor Pétertől ez a film. Tehát márkinek, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, hogyha van lehetősége, mert úgy tudom, fenn van egyébként elérhető ez az interneten. Öné a szó. Az úr is mondta, hogy Horthy Miklósnak ugye a 4 gyermekéből már csak a Miklós fia. Így van. És hát ő is emberből volt természetesen, bár zárójelben megjegyzem, hogy Sztálin is emberből volt, mikor a Josip Jelen. Így van. Tehát egy Horthy Miklós döntéseit, vagy a döntés képtelenségét, mert végül is azt látjuk, hogy döntésképtelen volt, és ez egy tárgy, és nem döntött, és majd lesz úgy, ahogy lesz, hogy ezt a fiú élete, vagy halála, mennyire befolyásolta, mennyire féltette a gyermekét, és ezért döntött ki, vagy ez nem befolyásolta a döntését. Tehát egyrészt nincs semmi nyoma annak, hogy a fia befolyásolta volna, de leginkább azért bizonyítható, hogy nem befolyásolta, mert az alap dilemma, hogy mit mondjon a beosztottainak, az már korábban adott volt. Tehát el kellett dönteni, hogy azt mondjuk, hogy már megkötöttük a fegyverszünetet Moszkvába, vagy pedig hazudunk róla. És ezt ő már azelőtt eldöntötte, hogy a fiát elrabolják. El kellett dönteni azt, hogy azt mondjuk a csapatoknak, hogy szüntesse be az ellenségeskedést a szovjetekkel, vagy nem mondjuk.
ezt is Horthy Miklós eldöntötte. Ráadásul ugye miért, mi az ördögöt keresett ifjabb Horthy Miklós az eskütéren október 15-én reggel? Ezt maga találta ki? Tehát azért annyira ne legyünk naívak. Horthy gyerekei egyébként sokkal több tartásról tettek tanúságot, mint maga a kormányzó. Tehát emlékeztetnék arra, hogy az idősebb fia ugye nem kellett volna, hogy kimenjen a frontra, de kiment. Utálta a németeket, tényleg utálta. És apja politikájával se értett igazán egyet, és nem is akart politizálni. Egyik Horthy fiú se akart politizálni. Őket távol álltak. A kis Horthy azért ment ki az eskütérre akkor, mert hogy korábban, hogy a Horthynak volt egy ilyen vágyálma, hogy angol szászerők szálljanak partra az Adrián, és jelenjenek meg aztán a Dunán túlon, mert az mennyire jó. Csak ugyan. Tehát biztos vagyok benne, hogy a teremben ülők közül szerintem mindenki jobban örült volna egy angol megszállásnak, mint egy szovjetnek. Ez ebbe szerintem most mindenkivel egyet lehet itt érteni. Tudok én konszenzust csinálnia kell. De ugye október 15-én az angolok még mindig nem szálltak partra az Adrián. Ennek ellenére Horthy Miklós elkezdett egy tárgyalás sorozatot, amiből beépült a német titkosszolgálat, ami arról szólt volna, hogy a titóista partizánokkal tárgyaljon. Na most október 15-én, még hogyha partra is szálltak volna az Adrián, tegyük fel aznap, akkor se jutottak volna el a Dunántúlra, de ha el is jutottak volna a Dunántúlra mondjuk egy héttel később, menjünk csak vissza egy kicsit a térképekkel. Október 15-i helyzetre megyek vissza. Tehát ide, akkor is csak novemberben jutnak el, azért idézzék fel azokat az útviszonyokat, amik Zágráb környékén vannak. Az nem egy alföld. Tehát ott nem lehet ilyen 60 km per órás sebességgel a harckocsiknak haladni, itt viszont lehet. Magyarán mindenképp a szovjet hadseregért volna Budapestre hamarabb, és az, hogy az ifjabb Horthyt az apja kiküldte tárgyalni, ez egész egyszerűen egy elképesztő felhőtlenség volt. Nem néz magyar tévét, úgy néz. Ön szerint ifjabb Horthy Miklós maga ment ki? Szerintem, hanem az, ami elhangzott a magyar tévében, az ifjabb Horthy Miklós úgy ment ki az eskütérre, hogy az apja nem tudott róla, hogy kimegy. De ez nem így van. De ez nem így van. Tehát az a helyzet, hogy ez dokumentálhatóan nem így van. Szerencsére szerintem ennek az estének, ha csak egyetlen egy eredménye van, és az az, hogy a mindenkori magyar tévét, annak létezése első pillanatától 2038-ig, de még azután is kritikusan nézzük, és megnézzük, hogy mi alapján mond a tévé valamit. Az a helyzet, a tévével szemben az én munkám ellenőrizhető, a könyveimben ugyanis vannak lábjegyzetek. Tehát meg lehet nézni, hogy azt az állítást, amit én teszek, azt milyen korabeli dokumentum alapján teszem. Természetesen tévedhetek. Lehet, hogy rosszul olvastam a dokumentumot, lehet, hogy rosszul írtam le az oldalszámot. De azt, hogy valaki a tévébe azt mondja, hogy azt mi bármilyen szinten elfogadjuk egy hiteles forrásnak, az a modern kor legnagyobb tévedése, és szerintem rengeteg áldozatot szed, nem csak ebben az országban, de a vizuális információ terjesztés az népbutítás. És csak az esetek nagy részében. Arra gondoljanak, ezt én mint előadó tapasztaltam, én másfél óra alatt olyan mennyiségű információt tudok elmondani önöknek szóba, amit saját magam kb. 8 perc alatt olvasok el. Én elég gyorsan olvasok, de önök is el tudják olvasni a másfél órás előadás anyagát 15 percen belül, biztos vagyok benne. Igazából egy előadás arról kellene, hogy szóljon, hogy ajtókat nyisson ki önöknek, hogy mi az, amit esetleg, ha kíváncsiak arra, hogy hogy is volt, még megnézhessenek, és az írott szó azért is jobb, mert visszaellenőrizhető, és hangsúlyoznám, a történelem az mégiscsak valahol egy ténytudomány is, nyilván interpretációk vannak, értékelések, de az, hogy miért ment ki a kis Horthy, eleve fel kell tenni a kérdést, mit gondolt arról, hogy miért megy oda? Az titokba az apját nem is tájékoztatva megállapodik egy szerbiai partizán vezérrel? Honnan van neki arra legitimitása?
De... Hát, ott az a kiugrási iroda, de most ne én meséljem el, mert ön ezt nyilván jobban tudja. És ezt le is játszották ezen a filmen, na most, amit a Magyar Televízióban többször vetítettek, és történészek, akik a Zsír utcában dolgoznak, azoknak más a véleménye, mint önnek. Én örülnék neki, de ki... Tehát én nem hiszem, hogy ön hordott legyek az igazságot. De magam se ezt állítom. Azt se hiszem, hogy én hordozom az igazságot. Tehát... Valahol kettő között lehet. Ez lehet. Ez lehet. A helyzet az, hogy a könyvemről még a Zsír utca egyetlen dolgozója se írt recenziót. Én izgalommal várom, de megjegyzem, Szakály Sándornak én ezt a könyvet dedikáltam, mert hogy nekem ő segített. Tehát mi ráadásul talán meglepő módon jóba is vagyunk. Ebből is látszik, hogy nem kell föltétlenül, hogy egymás torkának essenek az emberek, ha mást gondolnak, és mi egymásról is nagyon jól el fogunk tudni erről beszélgetni a továbbiakban, de most még mindig a kérdések helye van, hogyha az nincs, akkor folytathatjuk ezt másképp, de most jöjjön még a kérdés. Nagyon rövid kérdés, utalás volt rá, közvetettem. A Kassa bombázásáról ma tudunk-e valamit pontosan? A Kassa bombázásáról a következőt tudjuk. A német, egyrészt van Sztójai Döme, berlini magyar követnek egy jelentés, amiben azt jelenti, 1941. június 26-a után, de már korábban is voltak ilyen szövegei, hogy német részről mindent elkívántak követni annak érdekében, hogy Magyarország ne lépjen be a háborúba, tehát ezt jelenti a berlini magyar követ, és pedig azért, mert egyrészt biztosak abban, hogy úgyis megnyerik, másrészt pedig elegük van abból, a magyarok mindenért kérnek valamit. Tehát, hogy németeknek nem volt érdeke egyszer az, hogy Magyarország belépjen, legalábbis a német politikának. A német katonák másképp gondolták, de ezt nem ők döntötték el, hanem a politikai vezetés. A másik, hogy... A szovjet hadsereg légierje borzasztóan fel volt duzzasztva 1941-re, és a pilóták nagy része ez ilyen 6-7-es képzésen vett részt, és egyébként a szovjet katonaságnak csak támadó tervei voltak, amiben a magyar hadszintér is beletartozott. Magyarán az, hogy ők lebombázzák Kastán a postahivatalt, ez egyrészt a rossz kiképzésből is adódott, abból is adódhatott, hogy egyszerűen egy rossz borítékot vettek elő, de hangsúlyoznám, minden háborúban van téves bombázás. 1941. április 11-e előtt, tehát amikor még a horvát usztasa állam nem kiáltotta ki a függetlenségét, a jugoszláv légierő 11 alkalommal bombázott magyar célokat. Magyarország nem üzent hadat Jugoszláviának. Horthy azért üzent hadat, mert hadat akart üzenni, mert nem gondolta végig. És azért érdekes ez az ügy, mert az első világháborúban a Monarchia hadvezetése egy hónapon keresztül gondolkodott azon, hogy igen vagy nem. És amikor a Ferenc József azt mondta, hogy mindent meggondoltam, mindent megfontoltam, annyiból nem hazudott, hogy tényleg nagyon sokszor körbejárták pro és kontra az érveket, és nagyon sok pro érv is volt természetesen. A magyar esetben semmilyen proérv nem volt. Ez a 19-re lapot húzás esete volt, ami teljesen felesleges volt. Tehát a lényeg az, hogy a valószínűség számítás szerint ezek valószínűleg szovjet gépek voltak, akik tévedésből bombázták Kassát. Megjegyzem, a dolog abból is nyilvánvaló, hogy tévedésből, mert hogyha a szovjetek akartak volna tényleg támadni, akkor a elég hosszú magyar-szovjet határszakaszon is lövöldözhettek volna egy kicsit. Semmi nem történt ott. Teljes csend és nyugalom uralkodott. Egy vonat megtámadás is volt is. Igen. De ez kettő darab légi incidens. A jugoszláv esetben 11 légi incidens volt 40 géppel. Amerikai légierő bombázta Schaffhausen Svájcba. Svájc mégsem üzent hadat az Amerikai Egyesült Államoknak, mert nem volt rá igény. Volt még kérdés ön? Én egy kicsit elfogult vagyok, Horthy család tagja vagyok. Tanulmányoztam, most is tanulmányozom, az önkönyvét is olvastam, sok mindennel egyetértek, és úgy, mint az István mondta, hogy hát persze, ezek feltételezések. Amikor én, hogy mondjam, azt szeretném feltenni, itt látszott, ön mondta, hogy a harmadik hadseregnek a vezérkari főnöke német volt.
úgy tudom, hogy Magyarországon mintegy 500 ezer német nemzetiségű él, mielőtt annak idején kitelepítették nagy részét Magyarországról. Ez mennyiben befolyásolta, hogy a vezérkarba és a hadseregbe a németek befolyásolhatták a harcnak a kimenetet. Van egy ilyen könyv is, hogy Magyarország, itt nem a megyei könyvtárok kölcsönöztem ki, tábornokai. Most a második, vagy a második világháborúban, hogy a Horthy rosszul döntött, vagy nem döntött rosszul, a tábornokai, mintegy 700 tábornok közül, háromnegyede a határon túlról, a Trianon elvesztett Trianoni határon túlról lett alkalmazva a magyar hadseregbe. Ezek is befolyásolták egyrészt a belépést a második világháborúba, meg Gulyás Lászlónak a könyve, több könyvét olvastam, gondolom ismeri Gulyás Lászlót, és akkor, amikor október 15-én a kiugrásról meg előtte tárgyaltak, akkor már odabent nyugaton az oroszokkal eldöntötték, hogy még hadsereg kinek a területét fogja megszállni. Ez egy kamu, hogy mondjam, dolog volt, hogy mi is próbálkoztunk azzal, hogy béketárgyalás. Bocsánat, itt keverednek dolgok, de először maradjunk a kérdésnél, válaszolok szívesen a kérdésére, és utána a vita fórum részébe pedig beszéljünk arról is, amit ön mondott. A kérdése. A tisztikar német származása csak ugyan kimutatható, nevezetesen a tábornoki kar, összesen a Horthy Szakály Sándor könyv alapján ez 414 fő, én összeszámoltam, sőt ki is elemeztem statisztikailag, hogy hány esetben volt mindkét szülő német, illetve hány esetben csak az egy. A helyzet az, hogy a német származás és a német barátság között nem mutatható ki semmilyen összefüggés. Ugyanolyan sok tábornok volt, aki letartóztatásba került a nyilasok által, vagy a németek által, Szombathelyi Knausz Ferenc például, vagy hogyha akiket magyarnak hiszünk, mint például Nagybaconi Nagy Vilmos, ő egyébként 50%-ban erdélyi szász származású. Ezek a német származású katonatisztek, ezek izzó magyarok voltak, akik tulajdonképpen még túl is teljesítették pont az asszimilációjuk miatt, szerettek volna magyarabbak lenni a magyaroknál. Más kérdés, hogy egy részük az egyik, más részük meg ezt a másik oldalon találta meg. De a lényeg az, hogy semmiféle összefüggés nem mutatható ki a német származás és a náci eszmékkel való barátkozás között, sőt fordítva, tehát ha megnézzük a magyarországi német népcsoportot, mennyire akartak ezek belépni az SS-be, akkor az derül ki, hogy egyáltalán nem akartak, tehát aki önként lépett be az SS-be, az egy törpe minoritás volt, és közülük is csak a legszegényebb, legnincstelenebb, legszerencsétlenebb emberek, akik nem politikai jogból léptek be ráadásul, hanem azért, mert nagyobb volt a családi segély. Meg esetleg problémájuk volt azzal, hogy a magyar honvédségben diszkriminálták őket, mert nem tudtak jól magyarul. Tehát ez is, ennek is lehet némi szerepe. A többséget kényszerítették, és pont a kiugrás napján egyébként, akiket bevetettek a németek a magyar csapatok ellen, a 22-es lovashadosztály, ez mind magyarországi kényszersorozott németekből állt. Én többükkel beszéltem közülük, akik mindegyik azt mondta, hogy úgybe voltak szarva, már bocsánat, hogy itt lövöldözni kell, eleve nem akartak, tehát át akartak volna öltözni, mint hogy egy csomóan meg is lógtak. Én csináltam erről is statisztikát, hogy a Tiszalöki és Kazincbarcikai koncentrációs táborokban voltak ezek fogva tartva. Összesen majdnem 100 embernél elemeztem, hogy az SS tagságuk mikor keletkezett. A 100 esetből több mint a feléről derült ki, hogy ez valójában katonaszökevény, tehát nem, hogy koncentrációs táborban nem kellett volna zárni a kommunistáknak, hanem ki kellett volna tüntetni őket, mint úgymond igazi antifasiszta ellenállót. Tehát nagyon-nagyon óvatos lennék a német származás és a náci politika között bármilyen összefüggés feltételezésével. A dolgok egyéb részére szívesen reflektálok, hogyha a kérdéskört lezártuk. Van-e esetleg még kérdés?
ami önökbe szorult. Ha nincs, akkor viszont folytat, önnek van. Egy utolsó, miért nem ítélték el háborús bűnösként Horthy Miklós? Ennek nagyon prózai oka volt, meglepő módon Horthy Miklós óriási tekintélye Magyarországon. Sztálin ugyanis, tehát az nyilvánvaló volt, és részben akkor itt az ön kérdésére is reflektálok, hogy Európát érdekszférákra osztották, és Magyarország a szovjet érdekszférába került, ez ténykérdés. Azonban az, hogy milyen gyorsan lehet ezt az országot bolsevizálni, ez ugye nem ugyanolyan volt, mint Bulgáriában, mert Bulgáriában már 1945. januárjában kivégezték a bulgár politikai elit nagy részét. Magyarországon viszont olyan kevés kommunista volt, hogy először meg kellett szervezni a nulláról egy kommunista pártot, meg ezek fel kellett építeni a struktúrákat, és ez idő. Erre sok idő kellett, és éppen azért, mivel hogy 45-ben még nem volt szinte a kommunista pártnak semmije, ezért Sztálin kiadta azt a utasítást, hogy a magyar kommunistáknak egyrészt nagyon nemzetinek kell látszani, tehát lehetőleg minél több nemzeti jelképet használjanak. Ne beszéljen, a tanácsköztársaságról tilos lett beszélni, ezt betiltották, mert ugye tudta mindenki, hogy rossz élmények vannak ezzel kapcsolatosan, és nem szabad a Horthyt nyilvánosan kritizálni. Olyannyira nem, ugye az ideiglenes nemzeti kormány vezetője, Dálnoki Miklós Béla vezérezredes. Az egyik minisztere Faragó Gábor, korábban a belügyminisztérium csendőrségi osztályának vezetője, és ilyen szempontból csak úgy halkan megjegyzem, a magyar zsidósak deportálásának egyik felelőse. Ezeket az embereket semmilyen módon nem volt szabad nyilvánosan kritizálni, mert hogy kellettek először a társutasok, és a Horthy személyének a nyílt támadása az csak 1947-től indult meg, de akkor meg már nem lehetett ellene nürnbergi pert csinálni, mert hogy már külföldön volt. Úgyhogy ennek ez az oka. Van-e esetleg még kérdésük? Ha nincs, akkor még csak annyit engedjen meg reflexióképp, hogy természetesen az ország sorsa Jaltában, illetve Teheránban és Pozdánban bizonyos mértékig eldőlt. Ezek a határok, azonban a klubon belüli határok, úgy értem, hogy a Sztálinnak édes mindegy, hogy most Csehszlovákia nagyobb vagy Magyarország. Neki egy dolgot számított, minél előbb érjen Berlinig. Ahogy Rokoszovszkit és Zsukov marsalt is versenyeztette azért, hogy ki ér előbb oda, úgy itt konkrétan Mihály Román királyt és Horthy Miklóst is versenyeztette. És ebből a versenyből sajnos, és ebből szerintem megint biztos, hogy egyetértünk, fájdalmas, hogy nem mi kerültünk ki győztesként. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket, köszönöm a kritikus megjegyzéseiket is, mert nem az a kérdés, hogy nekem van-e igazam, vagy másnak, hanem az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e egymással beszélgetni, egymást meghallgatni, és én mélyen tisztelem önöket azért, hogy az idejükből szántak annyit, hogy engem meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.